Sziasztok, köszöntelek titeket újra itt a csatornámon. Elmondom nektek gyorsan, hogy miről fog szólni ez a mai videó, és azért sietek így nagyon az elején, mert tudom, hogy nagyon hosszú anyagból kell majd dolgoznom a végén, ugyanis most 5 napomat követhetitek majd végig, a csütörtököt, a pénteket, a szombatot, a vasárnapot és a hétfőt. Azért döntöttem ezek mellett a napok mellett, mert a következő időszak elég sűrű és fárasztó lesz számomra, méghozzá azért, mert a Miskolci Egyetemnek a diplomaosztóin és kitüntetés átadóján, illetve évnyitóján fogok konferálni. Aki régebb óta követ, az tudja, és az most ne is figyeljen, hogy tévénél dolgozom, szerkesztő, riporter és műsorvezető vagyok, így a konferálás és műsorvezetés nem áll tőlem távol, de alapvetően az egész konferálós múltamat azt a Miskolci Egyetemnek köszönhetem, ugyanis ott kezdődött az egész. 2013-ban volt az első olyan diplomaosztó, amit... Megvárom ezt az autót. 2013-ban volt az első olyan diplomaosztó, amit én konferáltam, és azóta, hál' Istennek, évről évre engem kérnek föl erre a megtisztelő feladatra, úgyhogy... Nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek többségében mindig én konferáltam, kivétel ez alól csak azok az alkalmak képeztek, amikor nem értem rá, vagy éppen nem voltam itthon. Úgyhogy ezeket a napokat követhetitek most végig a következő percekbe, és azért is hadartam el gyorsan, hogy miről lesz szó, mert ahogy említettem is, valószínűleg sok nyers anyag fog készülni, sok mindenről fogok nektek beszélni, és itt az elején nem szerettem volna húzni az időt, úgyhogy a mai napon már csak pihenni fogok, és át fogom nézni a forgatókönyveket, alszom, és holnap reggel indul a nap. Mindenkinek, ahogy látjátok, már hatalmas készülődésben vagyok. Ilyenkor egyébként soha nem tudom azt elérni, hogy nyugodtan leüljek reggelizni, nyugodtan kávézzak, nyugodtan összekészüljek, hanem így rohangálok a lakásba, és mindenbe belekapok tulajdonképpen. Tudom, hogy ez egy rossz szokás, de ez ilyenkor mindig így néz ki, úgyhogy igazándiból már hozzá is szoktam. Ahogy láttátok, már előkészítettem a ruhámat. Most, ami még hátra van, az a hajam és a sminkem, amit majd a nappaliban fogok elkészíteni. Nem fogok közbe beszélni, mert Csabi még alszik, úgyhogy valószínűleg ez ilyen begyorsított videó lesz. A hajamat szerettem volna kiegyenesíteni, de hála az Istennek a szerkesztőségben hagytam a hajvasalómat, és ezért most csak egy ilyen hajgöndörítő van nálam, de megmutatom nektek, vagy hát látni fogjátok majd, hogy érem el azt, hogy ne hullámos legyen, nyilván nem fogom rá feltekerni a hajam, az bár annyira nem tetszik nekem, hanem csak a vége lesz egy picit ilyen laza hullámos, a teteje pedig szépen egyenes. A sminkem az egy picikét erősebb lesz, nagyjából olyasmi, mint amilyet a híradóhoz szoktam készíteni magamnak. Nyilvánvalóan azért van erre szükség, mert egy hatalmas díszaulában leszünk, és hát ilyenkor szeretem, hogyha egy picit hangsúlyosabb a sminkem. Gyorsan jöhet a smink. Indulunk már is. Remélem, hogy mindent beraktam. Thank you.
kell találnom. Oké. Megérkeztünk. Remélem, hogy a diplomaosztó közben nem kell maszkot viselni. Az nem lenne jó. Hello! Zsolti megengedte, hogy forgassak. Nyomtattál nekem bármit is? Ezek a névsorok, és ez a forgató. Általános iskolás korom óta azt csinálom, hogy ha szöveget kell felolvasnom, akkor a szüneteknél, itt ott, ahol meg kell állnom, és figyelnem kell a hangsúlyra, ott behúzogatom magamnak tollal ilyen segédvonalat, ezt még az általános iskolai egyik kedvenc tanárom tanította nekem, és azóta én ettől, a szokástól nem válok meg. Most az oklevelek átadása következik. Kérem végzős hallgatóinkat, hogy nevük szólításának sorrendjében fáradjanak az elnökséghez, hogy az egyetem rektorától és a kar dékánjától oklevelüket átvegyék. Most nem lesz egy túl hosszú ünnepség, de a ruhámat azt megpróbálom megmutatni nektek. Viszont tök jó hír, hogy a kis gorillapodos állványomat megint annyira rácsavartam a GoPro-ra, hogy nem tudom lecsavarni róla, és múltkor is Csabi nagypapájának a satujába kellett befogni, hogy ki tudjam szedni, úgyhogy nem tudom, hogy hogy mutassam meg. Nem tudom, hogy mit fogok tudni fölvenni az ünnepségből. De azért továbbra is tartsatok velem. Szeretnél szerepelni benne? Mi? Nem. Már benne vagy? A Miskolci Egyetem szenátusának mai nyilvános ünnepgyűlésén sor kerül a Bölcsészettudományi Kar és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet végzős hallgatóinak diplomátadására. Túl vagyunk az első rendezvényen. Túl. Boldog vagy, Nóri? Nagyon. Boldogabb lennék, hogyha már a másodiknak a végén lennénk. Ó, Istenem. Jövő hétkedden, mikor boldogabb. Jövő hétkedden? Lement az első ünnepség, és ahogy láthattátok az előbb, megebédeltünk. Arra az időre átöltöztem, és hát visszaöltöztem, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert semmiféleképpen nem akartam lenni a ruhámat, ugyanis nem hoztam magammal a másikat, most a második rendezvényen is ugyanez lesz rajtam, mert most visszavedlettem, az az igazság, hogy eléggé szorít az idő, éppen a cipőbe próbálom vissza tuszkolni a lábam. Egyébként hosszú évek után sikerült olyan cipőt találnom, ami mostanra sokatszor bizonyította, hogy akár egy egész napot is kibírok benne, és abszolút nem otromba, és nincsen nagyon vastag sarka, viszont elképesztően kényelmes. Ha valaki olyan magas sarkút keres, amiben kibír akár egy egész esküvőt, vagy 2-3 órán keresztül folyamatosan lehet benne állni, akkor az ez lesz. Éppen öltözés közben vagyok, vége van a mai második diplomaosztónak is. És öltözök, és mire leszek figyelmes? Várjatok, mindjárt megmutatom, ha nem szalad el. Egyetemi cicc. Hoppá. Szerbusz. Ő az egyetem cicája, akit nem lehet megsimogatni. Vége.
a mai napnak. 3/4 hét van jelenleg. Végeztünk mind a kettő diplomaosztóval, és most elindulok haza. Nagyjából minden aksim kezd lemerülni, és én is eléggé lemerültem. Elég régóta nem voltam már egyetemi ünnepségen, nyilvánvalóan a járványhelyzet miatt főleg. És most ez egy kicsit fura volt, mármint így visszacsöppenni ebbe az egészbe. Fárasztó volt, nagyon. És holnap még egyszer ugyanennyi következik, aztán szombaton még egy maratoni dolog. Az ennek a szépség, és azt szeretném főleg megmutatni, vagy szerettem volna, vagy nem tudom, hogy fogom tudni még kivitelezni a következő napokban, hogy mi van ennek az egésznek a hátterében, hogy egy tök jó csapat dolgozik a diplomaosztókon, hogy mindig tök vicces, hogy már összeszoktunk, mindig nagyon sokat nevetünk, annak ellenére, hogy természetesen próbálunk mindig mindenre odafigyelni, és precízek lenni, és megadni a módját a dolgoknak, de hát emellett nyilvánvalóan a viccelés és a humor sem maradhat el szerencsére, ami azért a szünetekben eléggé feltölt minket, úgyhogy sokat szoktunk mókázni a többiekkel, és ez tök jó mindig. Mindig tök sokat röhögök, úgyhogy ez nagyon király. Na jól van, úgyse tudok már semmi hasznosat mondani nektek szerintem most így. Teljesen kiürült a parkoló, már szinte csak én vagyok itt, és indulok haza. A második napra már ilyen állapotok szoktak uralkodni, hogy szinte az egész kanapét elfoglalják a ruháim, és még mindig nem teljesen tudom, hogy mit vegyek föl. Szerintem ma a kék lesz az én színem. Alapszakosok után jön egy műsor, igen. És utána folytatjuk, de nincs előterjesztés. Igen, igen. Azt hittem, hogy beleugrasz. Nem, de... Kimentünk ebédelni, és most jövünk vissza. Az első rendezvényből nem is vettem most föl nektek egyáltalán semmit, mert nagyjából ugyanaz volt, mint a tegnapiak, és most sem tervezek túl sok mindent. Most kezdődik a második diplomaosztó, és már nagyon kell rohannom, mert körülbelül 5 percen kéne lennem. Gyorsan még elmondom nektek, hogy a mai az sokkal durvább, mint a tegnapi, sokkal többen vannak, sokkal több nevet kell olvasni, sokkal jobban oda kell figyelni mindenre, úgyhogy a hajamat és a sminkemet felfrissíteni már nem volt időm. Össze van készítve minden cuccom ide, és még Krisztinek le kell vinnem egy mappát, és rohanok is lefele gyakorlatilag. Átnéztem egyszer a forgatókönyvet, bonyolult nevek vannak most, tiszteletbeli doktorok, habilitációk, PhD doktorok, szóval most így minden kicsit izgulok ilyenkor. És nemrég ebédeltünk, úgyhogy annyira fáradt vagyok már mostanra, hogy hajjaj. Úgyhogy sietek. Thank you.
428. Mert, tehát a melyik van közelebb hozzá? Nektek nagyon hosszúnak tűnt, a Bogi van közelebb hozzá. Na. 300 valami. Véget ért a második nap, ami diplomaosztással telt. 4 diplomaosztón vagyunk tehát túl. Fogok nektek mindjárt válaszolgatni kérdésekre, mert hogy tegnap, vagyis az első napon, amikor forgattam, akkor megfordult a fejembe, hogy felrakok ismét egy sztorit Instagramra, és az alatt kérdezhettetek bármit, amit szerettetek volna, jött is egy csomó kérdés, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt meg fogom nektek válaszolni. És most kiveszem a memóriakártyát, mert jelez nekem a gép, hogy mindjárt megtelik, úgyhogy azután folytatom. Jöjjenek a kérdések gyorsan. Volt olyan kérdés, mert már nyilvánvalóan olvasgattam őket, volt olyan kérdés, amire szerettem volna válaszolni, még ott az egyetemen, amikor olvastam át a névsort, mert hogy arra vonatkozott a kérdés, de egyszerűen nem volt időm ma ezzel foglalkozni, úgyhogy lefényképeztem, hogy miket kérdeztetek, és nem fogok mindegyikre egyesével válaszolni, mert vannak olyan kérdések, amik hasonlóak. A legtöbb kérdés az arra vonatkozott, hogy hogyan nyílt erre az egész konferálós dologra lehetőségem. Megpróbálok röviden válaszolni, mert szerintem giga meg a nagy videó lesz ebből, hogyha itt kb. Mindent bevágok, amit szeretnék. Én a Miskolci Egyetemen végeztem, a Bölcsészettudományi Karon magyar szakon diplomáztam, és ennek kapcsán, mármint annak kapcsán, hogy a magyar szakra jártam, nagyon sok lehetőség nyílt meg számomra. Az egyik az az volt, hogy elmehettem egy szép magyar beszédversenyre, ahol Kazinczy érmet is nyertem. Gyakorlatilag ennek kapcsán alakult ki az, hogy az egyik kolléganő, aki már most nem kolléganő, mert már nem dolgozik az egyetemen, ő csinálta ezt a konferálós dolgot, és ő elment az egyetemről, és őt kellett váltani. És akkor tájt volt ez a szép magyar beszédes verseny, az erre való felkészülés, és mi ismertük egymást ennek révén, és az ő ötlete volt, hogy akkor, ha úgy is elmegy, akkor vegyem én át ezt az egész dolgot. És hát nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy az elején halálra voltam rémülve. Amikor én az egyetemen végzős voltam, akkor jött nekem ez a lehetőség, és hát akkor még semmi közöm nem volt a tévéhez, semmi rutinom nem volt ezen a téren. Ezerféle forgatókönyv lejátszódott a fejemben, gondolhatjátok, amikor ezt a felkérést megkaptam, hogy na vajon mit fogok elrontani. Mert hát ez mégiscsak, hogyha belegondolunk, azoknak az embereknek, akik átveszik a diplomájukat, tudom, mert én is átéltem, ez egy nagy dolog, ez mindenkinek egy nagy dolog, ennek a rendezvénynek rendben kell lemennie. És nekem mindig ez volt a fejemben, hogy én nem hibázhatok. Hatalmas felelősség szerintem, hatalmas megtiszteltetés egyébként, hogy évek óta ezt csinálhatom, és elképesztő koncentrációt igényel. Jött még olyan kérdés, amit megmosolyogtam, tehát biztosan tudja az illető, hogy zajlanak ezek a diplomaosztók, és erre szerettem volna a mai napon a névsornak az olvasása közben válaszolni, de nem sikerült, mert hogy azt kérdezte ez az illető, hogy a külföldi hallgatók nevét előre gyakorlod, hogy élesben tökéletes legyen a kiejtés? Igen, ez egy remek kérdés. Az a helyzet, hogy általában a gépészmérnöki és informatikai karon és a bányászoknál, van, hogy a gazdászoknál is, és más karokon is, de főleg ezen a kettőn szokott előfordulni, hogy elég sok külföldi hallgató van, és nagyon bonyolult neveik tudnak lenni. Egyébként ennek az szokott a menete lenni, hogy én megkapom előre a névsort, hogy kik fogják átvenni a diplomájukat, és ahogy a felgyorsított videóban is láthattátok, én ott ülök az első sorban, és a karoknak az ügyintézői, azok folyamatosan jönnek oda hozzám, és egyeztetünk a névsorról. Arról egyeztetünk, hogy mindenki eljötte, ha nem, akkor kihúzom a nevét, és hogyha külföldi hallgató van, akkor arról egyeztetünk, hogy azt hogy kell kiejteni. És úgy szoktam nemes egyszerűséggel csinálni,
hogy jön az ügyintéző, elmondja, hogy na, akkor ezeket a neveket hogy kell kiejteni, és én odaírom szépen mellé fonetikusan, hogy hogy kell kiejteni. Nagyon-nagyon kevésszer fordult elő az, hogy ronthattam is benne, de ha rontottam is, akkor sem valószínű, hogy a név viselőjén kívül bárki is észrevette volna. Volt, aki azt írta, hogy mindenre kíváncsi, ruhára, sminkre, és hogy alig várja a videót. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Remélem, hogy a ruha és smink terén nagyjából sikerül kielégíteni itt az igényeket. Próbáltam mindent megmutatni, nyilvánvalóan nem fogok ebből egy smink videót csinálni, mert akkor már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú lenne a videó. Úgyhogy igen, ilyenkor igyekszem nagyon elegáns lenni, igyekszem odafigyelni rá, hogy jól nézzek ki, bár ma a második diplomaosztó előtt szerettem volna megigazítani a hajam és a sminkem, és azt mondtam is nektek, hogy ez egyáltalán nem sikerült, de azért tényleg igyekszem odafigyelni rá, hogy kifogástalan legyen a megjelenésem, és minden flottul menjen. Mit lehet rólad tudni bővebben, hol születtél, tanultál? Kazincbarcikán születtem, ott is nőttem föl, és gimnáziumba jöttem már Miskolcra, és azóta nagyjából, hát nem mondom, hogy megszakítások nélkül, de Miskolcon vagyok. Szerintem most ez a kérdezfelelek, ez így elég is volt mára. Úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok, szombat reggel van, 8 óra múlt néhány perccel, és már itt vagyok az egyetemen. Ilyen az, amikor egy lélek sincs még a díszaulában. Innen hangosítotok, meg innen megy ki az internetre élőbe, meg innen ment a tévébe is. Ez a vezérlő, ez itt minden. Ez itt a lelke az egyetemi rendezvényeknek. Itt ülnek az emberkék, itt a hangosítópult, és itt vágod élesbe, vagy... Aha. És akkor kint dolgozik, nem tudom hány ember kameránál, és azok a képek ide jönnek be erre a gépre, és akkor Zsolt itt vágja őket. És azok mennek ki az internetre élőben. 48 oldal! Gyerekek, ez valami hihetetlen volt. Annyira megcsúsztunk a készülődéssel, mert hogy 48 oldalas lett a forgatókönyv, és úgy képzeljétek el ezt a 48 oldalas forgatókönyvet, hogy a 48 oldal szinte, hát kivétel nélkül mind a 48 oldalát én olvastam végig. Úgyhogy felolvasó estet tartottam, vagy felolvasó reggelt, felolvasó délelőttöt, tök mindegy. 15 perccel a rendezvény előtt öltöztem át, de hogy így a videóforgatással egyszerűen teljesen nem tudtam foglalkozni. Annak örültem, hogy el tudtam menni pisilni még a rendezvény előtt, úgyhogy az a fura szituáció állt elő, és ilyen még soha nem történt, amióta az egyetemen konferálok, hogy nem sikerült végignéznem a forgatókönyvet. Szerencsére nem bakiztam túl nagyot, és nem tudom, hogy ez hogy történhetett, mert ennyire ideges már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen nem voltam. De tényleg, ilyen sok kitüntetést egyszerre szerintem még soha nem adtunk át, és ennyire sokat még soha nem kellett olvasnom, és az meg pláne nem fordult soha elő, hogy én bármit is ne tudtam volna átnézni. Arra gondoltam, hogy itt van nálam a forgatókönyv, és mindjárt felolvasott nektek néhány kitüntetést, hogy mire is kell olyankor gondolni, amikor azt mondom, hogy ilyen ideges még nem voltam. Már az egyetemen nem volt időm arra, hogy beleolvassak egy picit a forgatókönyvbe, megmutatom nektek, hogy
Számomra mi az egyik legnagyobb nehézség ilyenkor, pláne amikor ekkora terjedelmes forgatókönyvet kellene átnézni. Az egyik kedvencem az ez a kitüntetés volt. Ezt én úgy mondtam, hogy Pro Facultate Rerum Metallicarum és Pro Facultate Ingeniariorum Metallurgi Karriérmet vehet át. Van még ez a csodálatosan szép hosszú, ez a Signum Aureum Facultatis Mechanici Universitatis Miskolcinensis. Pro Facultate Jurisprudenciae. Nem. Pro Facultate Jurisprudenciae. Tehát ilyen kitüntetések tömkelege sorakozik egymás után, és bevallom őszintén, 8. éve csinálom ezt, de volt olyan kitüntetés, amivel még soha eddig nem találkoztam. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy túl vagyok rajta, és túl vagyunk rajta, és Jézus Isten, hogy nézek ki. Na mindegy. Szóval egy picit most gyorsan megpróbálom még valahogy összekapni magam, és lehet, hogy akkor megyünk egy ilyen kis boros eseményre, az Avasra. Vasárnap reggel van, és kint vagyunk a belvárosban, a fő utcán egészen pontosan, mert eljöttünk a régiségvásárra. Az én anyukám és Csabi húga szeretett volna bejönni, és megnézni, hogy milyen ez a régiségvásár, és milyen jó, hogy most harangoznak. Utána az a terv, amit sokkal jobban várok, megyünk még fürdeni egyet, mert elég jó idő van. Azt kell, hogy mondjam, hogy királya, mint a Balaton. Itt ez a kis sziget. Ez a kicsi, és igazándiból onnan úsztunk át ide. Hétfő van, és most lesz az egyetemnek az évnyitója, amit szintén ma konferálok, és ez lesz az utolsó nap egy ideig, hogy itt konferáltam. Szintén nem vagyok túlságosan a toppon, ugyanis egy picit elnéztem az időt, és ráadásul, amikor megérkeztem az egyetemre, akkor már sehol nem volt, úgyhogy be kellett kéreckednem a parkolóba, a lezárt parkolóba. Gyorsan eltöltöztem, átnéztem a forgatókönyvet, ma ilyen fehér. A szerkóm, nem tudom, hogy mennyire látszik. Ilyen ruha van rajtam, úgyhogy most ez fog következni, és megyek is, mert mindjárt 9:30 van, és 10-kor kezdődik az ünnepség. Kicsit bonyolultabb lesz, mint a többi rendezvény, de szerintem összességében nem lesz hosszabb, úgyhogy ennyi, megyek is. Az első évfolyamos hallgatók eskütétele következik.
Véget is ért ez a néhány nap, amit szerettem volna megmutatni nektek. Most már kedd délután van, és azért nem hétfőn köszöntem el tőletek, mert megint nagyon pörgősre sikeredett az a napom. Az évnyitó után elmentem egy autószalomba reklámfilmet forgatni, és utána pedig be kellett mennem a tévébe helyettesíteni a kolléganőmet és levezetni a híradót, úgyhogy megint este lett, mire hazaértem, és már nem volt kedvem bekapcsolni a kamerát. Úgyhogy én most így a videó végén nem is tudok más mondani, mint azt, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!